Sziasztok, ez itt a VR Tech, ez pedig nem más, mint egy újabb mobil teszt. Nem is emlékszem, hogy mikor volt szó utoljára LG telefonról a csatornánkon, amit azért elég gáz, hiszen egyébként a cég nem tűnt el, és azóta is folyamatosan gyárt telefonokat, viszont ebben az évben valami egészen új dologra szánta el magát, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus lépés volt a cég részéről, méghozzá az, hogy bejelentette az LG Explorer sorozatot, ami nem más, mint egy olyan projekt az LG belül, ami meg akarja változtatni az okostelefon piacot, illetve magukat az okos telefonokat egy olyan irányban, ami sokkal jövőbe mutató, mint amit most tapasztalunk, olyan megoldásokat keresnek, amivel fel lehet dobni azt az átlagos, megszokott mobiltelefon formát, amit már lassan, hát 10x éve használunk, illetve látunk, és ennek az első példánya az nem más, mint az LG Wing. Erről lesz ma szó. Ezt a videót az LG Magyarország támogatta, akiknek nagyon-nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy ennyivel a megjelenés előtt megnézhetjük ezt a telefont, és Megmondom őszintén, egy külön büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy minket bízta meg azzal, hogy Magyarországon szinte első között megnézzük ezt a telefont. Úgyhogy köszönjük. Beszéljünk a legfontosabb dologról, ami nem más, mint az első benyomás. Amikor kitettem nektek Twitterre azt, hogy itt van nálunk ez a telefon és tesztelni fogjuk, akkor pontosan azokat a reakciókat láttam, amit egyébként a nemzetközi sajtóban, nemzetközi videók alatt is a kommentekben lehet olvasni, hogy ez egy nagyon-nagyon megosztó termék lett. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy borzasztó haszontalan, semmi értelme, minek kérnek el ezért pénzt, és nagyon sokan meg úgy vannak vele, hogy wow, végre valami, ami nem olyan, mint az elmúlt nem tudom hány évben, és valami újdonság. És hogyha megnézitek, egyébként a mobiltelefon piac tényleg ebbe az irányba kezdett el e, ellépni. Most gondolok itt a kinyithatós telefonokra, a széthajtatós kinyithatós telefonokra, a többkijelzős telefonokra. És most itt van az LG ezzel a koncepcióval, én nagyon örülök, hogy ez így elindult, és ezt egyre komolyabban veszik az emberek, a gyártók, stb. stb. És kicsit olyan érzésem van, hogy egy nagy kísérlet részei vagyunk most. Jelenleg 2020-ban meg még leszünk is egy pár év, még egy pár évig, amikor elindulhatunk majd egy újabb okostelefon hullámon, ami már tényleg nem csak arról szól, amit, amit így a hétköznapokban tapasztalunk. Na de beszéljünk magáról a Wingről. Első ránézésre, hogyha megnézitek a telefont, akkor egy gyakorlatilag egy szimpla androidos telefonnak tűnik, egyedül azt tűnhet fel, hogy hogyha kézben fogjátok, hogy kicsit nehezebb, mint a megszokott ilyen nagy telefonok, hogy vajon miért lehet ez? Hát természetesen tudjuk, hogy miért lehet ez, hiszen ugye van itt egy plusz egy kijelzőnk. Azt látjuk, hogy a telefon hátlapja egy fényes üvegborítást kapott, ami végtelenül új lenyomat mágnes, és megmondom őszintén, hogy nekem annyira nem tetszik. Látok itt egy kameraszigetet, ami teljesen szabványos, három kamerával és egy bakuval. A vinnek az oldala alumínium borítást kapott, ami nagyon kényelmes, tapintású és nagyon kellemes így a kézben fogni. Bal oldalon találjuk a SIM tárcát, amiben egy micro SD is van. Alul egy USB-C csatlakozót, egy mikrofon találunk, jobb oldalon pedig a hangerőszabályzó gombokat, illetve a bekapcsoló gombot. Szemből pedig egy hatalmas kijelző tár elénk, ami egy lekerekített szélű OLED kijelző, egész pontosan egy P-OLED kijelző. Természetesen a feketék nagyon feketék, a színek nagyon színesek, tényleg elég színes szaturált kijelzőről beszélünk, ami valakinek be fog jönni, valakinek annyira nem. Nekem ezzel hirtelen nem volt semmi problémám. Viszont abban a pillanatban, ahogy kinyitjátok a telefont, rögtön megváltozik minden, és itt válik érdekessé az egész termék. Ugye a felső kijelző egy 6,8-szoros kijelző, alul pedig van egy ilyen fél kijelzőnk, ami egész pontosan egy G OLED kijelző. Ettől függetlenül a két kijelző mindenféle specifikációban pontosan ugyanaz, természetesen ki, felbontásban nem, de mint színviszadó képességben, szintén lefedettségben, stb. stb. ez a két kezű teljesen ugyanaz. A kinyitási mechanizmusról mindenképpen kell beszéljek néhány percet, hogy mennyire jól átgondolt ez a dolog. Az LG külön egy videót szentelt ennek, hogy mennyire komoly szerkezet van ebben, ugye különböző fogaskerekek segítik ezt az egész kicsúszást. Ez egy egykezes dolog, tehát simán ki lehet egy kézzel szépen így nyitni, ez nagyon kényelmesen hozzá lehet szokni. Elején kicsit szokatlan lesz, az biztos, viszont néhány kinyitás után már nagyon könnyen fog menni, viszont visszahajtani mindig két kézzel fog kelleni, hiszen nem lehet egy kézzel visszahajtani. Ennek az az oka, a maga a mechanizmus az oka. Ugyanis, hogyha kihajtjátok a telefont, akkor azt látjátok, hogy van egy pont, amikor így érzitek, hogy ugrik egyet, ez annak köszönhető, hogy van benne egy rugó. Tehát így elég gyorsan így visszarugózik. Viszont, ahogy kezd kinyilni a kijelző, ilyen nagyon szépen simítva érkezik meg a véleges pozíciójába, ami annak köszönhető, hogy találtunk benne egy hidraulikus csillapítót is, Bármennyire is fura. Úgyhogy az LG mérnökei, én nem tudom, mit csináltak, de nagyon durva, amit itt elértek. Tényleg annyira jó érzés itt kinyitogatni, hogy eszméletlen. És látszik, hogy mennyire átgondolt ez a dolog, hiszen, hogyha kinyitjuk magát a telefont, akkor fog feltűni nekünk, hogy itt az elején van egy hangszóró is. Hogyha így használjuk, akkor látjuk, hogy itt felül van egy ilyen kis kivágás, és hogyha kinyitjuk, még egyszer, a vinget, akkor láthatjuk, hogy itt van egy ilyen rés. Ez gyakorlatilag egy szimpla kivágás, amin keresztül átmegy a hang. Tehát látszik is, hogy milyen átgondolt ez a valami. Illetve külön kitérek, ez csak egy kis apróság, csak az ilyen apróságok teszik nagyszerűvé ezt a terméket, hogy milyen dizájnos itt az egésznek a hátoldala. Tehát, hogyha kinyitjátok, nem egy ilyen valami fém valami jelenik itt meg, hanem egy ilyen szép mintázat van az egészek a hátulján, ez nagyon bejön. Illetve mindenképpen felszeretném hívni a figyelmet, hogy mennyire vékony ez a kijelző. Ez annak is köszönhető, hogy ugye ezt a P OLED kijelzőt kapta ez a ö, telefon, aminek a segítségével ugye sokkal vékonyabb kijelzőket tudnak kiadni az LG-nél. Ha már beszéltem nektek itt az egész mechanikáról, beszéljünk a telefon hardware -iről. Egy Snapdragon 765G chipet kapott az LG Wing, 8 GB RAM-mal, 128 vagy 256 GB belső tárhelyel, de ugye ez microSD kártyával bővíthető, valamint egy 4000 mAh aksit, a kijelzőről ugye már beszéltünk. Egyértelműen látjuk, hogy nem a csúcs hardware van benne, tehát mondjuk nem a Snapdragon 865 Plus, ami ugye tényleg a csúcsa csúcsa, viszont az elmúlt pár napban nem tapasztaltam semmilyen teljesítménybeli problémát, nagyon jól viselte a dolgokat, és hát azért ennél a telefonnál tényleg elég durván kiva használva multitasking, mivel erre lett az egész fejlesztve, és hogyha így, hogy több alkalmazás futott egyszerre, nem tapasztaltam semmilyen gondot, akkor igaz, szerintem tényleg nem lett semmi probléma ezzel a 765G csippel. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy az LG Wing is természetesen 5G képes. Android 10-es operációs rendszer fut a telefonon az LG saját felületével, ami megmondom őszintén, hogy azzal sem volt semmi probléma, és kell is ebben az esetben saját felület, hiszen nem egy hétköznapi telefonról beszélünk, sajátos megoldásokat választott az LG, de annak nagyon örülök, és ezt már most mondom nektek, hogy néhány dolgon kívül nagyon átgondolt az egész működése, és a hétköznapokban is nagyon jó volt használni ezt a kinyithatós funkciót, multitasking funkciót, rendesen alátámasztotta az LG, attól függetlenül, hogy sajnos itt is előjön az a probléma, mint az újonnan megjelent szétnyithatós telefonok esetében, vagy multitaskingos telefonok esetében, hogy az androidos alkalmazások egy nagy része nem támogatja ezt a funkciót, viszont Ebben az esetben, mivel külön kijelzőről beszélünk, ezért egymás mellett két alkalmazás külön egy simán megél, és simán használható. Úgyhogy arra gondoltam, hogy beszeretném nektek mutatni néhány példát, amin keresztül szemléltetem, hogy mire is jó ez az egész, hogy ki tudjuk nyitni. Az első dolog, ami inkább a nulladik dolog az az, hogy, és elég triviális, ha szétjátok a telefont, akkor a felső kijelző az gyakorlatilag tényleg a tartalomfogyasztásé, illetve a prioritásotoké, amit éppen használtok. Gondolok itt arra, hogyha mondjuk a felső kijelző néztek egy videót, vagy egy Netflixet, vagy olvastok valami nagyon fontos dolgot, vagy egy olyan alkalmazásban vagytok benne, ami leköti a figyelmeteket teljes egészében, akkor az értesítések az alsó kijelzőn fognak megjelenni, soha nem fognak nektek bezavarni többet. Mondjuk videónézés közben, hogy az egyik ismerősötök szétszpemeli a kedvenc Facebook csoportotokat, stb. stb. akkor nem fog bezavarni a tartalomba. És ennek okán kiindulva az első ilyen use case, amit mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni, az nem más, mint a navigáció. Ha függőlegesen rögzítitek a telefont um, egy autostartóba, és azon fut a navigáció, akkor a jobb oldalon fognak megjelenni szintén az értesítések, és ami még ennél is fontosabb, a jobb oldalonnak fognak megjelenni a hívások. Hányszor jártunk már úgy, legalábbis én már nagyon sokszor jártam úgy, hogy mondjuk egy... Másik városban vagyok, vagy elutaztam, stb. stb. vagy épp várnak, mert megyek valahova, és a navigációval megyek és pont mondjuk egy forduló következne, amikor bejön egy telefonhívás, és nem látod, hogy merre kell fordul, fordulj, hogy most a mostani utcán kell lefordulni, vagy a következő utcánál, ez nem fordulhat elő szintén többet, hiszen a navigáció mindig fog futni, semmi nem fog bezavarni nektek, a jobb oldali kis kijelzőn fog ebben az esetben megjelenni a hívás, az üzenet, stb. stb. Ez egy nagyon hasznos dolog, amire lehet, hogy sokan nem is gondolnak. A másik ilyen funkció, amit az LG reklámozott, az pedig nem más, mint hogy a navigáció és a zene tehát mondjuk egy Spotify irányítása a kis kijelzőn, ez is természetesen egy teljesen jó gondolat. A másik dolog, ami szintén nagyon érdekes, kicsit őrült megoldás, de hát miért ne, az az, hogyha nem lenne elég a telefon kijelzőjén megjelenő billentyűzet mérete, akkor hogyha elfordítjátok, és úgymond a kis kijelző lesz felül, eh, akkor egy hatalmas kijelző tárul elétek, amit ki tudtok használni, és így is tudtok üzenetet írni, vagy akár fontos jegyzeteket rögzíteni. A harmadik dolog, amivel már részben beszéltem nektek, az nem más, mint a YouTube, mint olyan. Na most, az első funkció az az, hogy ugye nagyban megjelenik egy YouTube videó, és alul a kis kijelző pedig a különböző kontrollok hozzá, illetve hát természetesen, hogyha mondjuk nézek egy YouTube videót, az alsó kis kijelző mondjuk tudtok um, csetelni. tudjátok mondjuk a kommenteket olvasgatni, e-maileket olvasni, stb. 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 Szóval ez tényleg egy olyan dolog, amit végtelen lehetőség, illetve hát említés szinten mindenképpen beszünk a Twitch-ről is, amivel szintén ugyanezt meg tudjátok csinálni, tehát nézitek nagyban a streamet, alul pedig bármi mást. És az utolsó, ami sajnos nincs még eléggé kiaknázva, de ez valószínűleg változni fog, az pedig nem más, mint a gaming. Ebben az esetben a mi példánk az Asphalt 9 lesz, és a kis kijelzőt arra használhatjuk, hogyha megfordítjátok az egészet, tehát alul van nálatok szépen a nagy kijelző, és játszotok, a kis kijelzőn folyamatosan, állandóan látjátok a térképet ami tök érdekes belegondolni, és szerintem egy inspirációt ad majd talán egy-egy játékfejlesztőnek, hogy ú, hát ez tök durva, hogy ilyeneket is lehet csinálni, és egyébként én úgy gondolom, hogy a jövőben ez változni fog egy kicsit, és talán ez a multitasking platform, mint olyan az Androidon belül elterjed egy kicsit jobban. Talán remélem, hogy egy kicsit szabványosítani is fogják, és akkor láthatunk még több ilyen alkalmazást, és akkor még több esetben tudjuk kihasználni majd ezt a plusz kijelzőt. Az utolsó dolog, amiről mindenképpen érdemes beszélni, pedig maga a kamera, illetve maga a szétsúszási lehetőség a kamerával kapcsolatban. Három kamerát kaptunk, egy 64 megapixeles, egy 13 megapixeles és egy 12 megapixeles kamerát. Amik egyébként egész jó képeket készítenek, én készítettem néhány képet. Ellátogattam Őrkénybe az Euroringhez, ahol pont egy ilyen szabad pályás nap volt, és ott készítettem néhány autóról a képeket nektek. Szerintem jó képeket készít, közeliek is nagyon jól néznek ki, a távoli képek is elég részletgazdagok, illetve a nagy látószögű kamera is meglepően részletgazdag ahhoz képest, hogy miket láttunk a piacon, úgyhogy én ezzel teljesen elégedett vagyok. Ezeken a kamerákon kívül pedig kapunk egy előlapi kamerát, amit kérdezhetnétek jogosan, hogy oké, okay, de hol van? Hiszen láttatok már egy pár vágóképet, és nem igazán tűnt fel, hogy most pontosan hol lenne. Az LG ezt az előlapi kamerát elrejtette. A telefon tetején látjuk ezt a dolgot, ami motorikusan nyílik ki, és ez pedig egy 32 megapixeles f1.9-es 26mm-es kamera. Szívesebben láttam volna egy nagy látószögű optikát, amiatt amiket tud majd a telefon, de erről később fognátok beszélni. Végvettük a kamerákat, de van még valami. Mi az, amit tud ez a telefon, hogyha kinyitjuk? Hiszen ugye azt látok, hogy ha kinyitottuk a winget, akkor valami pluszt kapunk. A kamera esetében is így van ez, hiszen megjelennek új módok a kamera alkalmazásban. Az egyik ilyen mód, az első ilyen mód, az nem más, mint a gimbal mód. Ahogy a neve is árulkodik, ez egy nagyon-nagyon stabilizált kamerakép. Egész pontosan az LG ezt a Hexa Motion stabilizálást használja, aminek az a lényege, hogy kihasználja a telefon 12 megapixeles gimbal szenzorát. Láthatjátok, hogy az alsó kis kijelzőn megjelennek ilyen joystickok, vagy, illetve egy joystick. Úgy képzétek el, hogy a szenzorra érkező képinformációt bekroppolja egy full HD méretbe. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt full HD a maximum felbontás, amit tud a te telefon. Ettől függetlenül sima módban, tehát összecsukott módban 4K-ban is képes felvenni. Ezt azért jobb tisztázni, de így gimbal módban full HD a maximum, azért van, mert a telefon ugye lekroppolja ezt a full HD-s részt, és ki is stabilizálja. Készítettünk néhány felvételt nektek néhány példát, hogy pontosan hogyan is stabilizál. Szerintem elképesztően jó egyébként, és az az érdekes, hogy nagyon stabilan lehet így tartani a telefont, és tényleg király stabil felvételeket lehet vele készíteni. Nagyon sajnálom, hogy nékában nem érhető ez el, de a technológia okán ez teljesen érthető. Nagyon tetszett ez a funkciója. A másik funkció pedig nem más, mint a kettős felvétel. Amikor az történik, hogy az előlapi kamera is kicsúszik nekünk, és kétféle mód közül választhatunk. Az első mód az, hogy ilyen fele-fele. Ebben az esetben a képen egyik felén a főkamera képét láthatjuk, a másik felén pedig az előlapi kamera képét, és így is tudtok készíteni felvételeket. Ez egy kicsit fura, és így nem igazán érzem, hogy ezt olyan népszerű lesz. A másik viszont a Picture in Picture mód, én így hívom, vagy kép a képben mód, aminek az esetén a főkamera képe full screen megjelenik, és valamelyik sarokba, ahova mi helyezzük, mert lehet módosítani, tudjuk rakni az előlapi kamera képét, és egy kicsit ilyen gameplayes hangulattal tudunk felvenni videókat. Titkos, gyilkos vlog innen az irodából. Micsoda folyosók, micsoda rejtély. Övezi ezt a dolgot, így is tudtok vlogolni tehát. És közben egyébként akárhova tudjátok magatokat rakni. Fontos, hogy ki tudjátok választani, hogy külön fájként mentse el nektek a telefon ezt a felvételt, vagy egy fájként. És akkor, hogyha mondjuk külön fájként mentitek el, akkor értelmszerűen később lehet szerkeszteni, viszont így megvan az egyszerűség, hogy minden egyszerre történik. Ezt a használati módot már jobban el tudom képzelni, hogy el fog terjedni. És ennél az esetnél mondtam nektek azt, hogy én nagyon örültem volna, hogyha egy nagy látószögű kamerát kap a Wing, mert én úgy vettem észre, ha mondjuk valami közeli tárgyat mutatunk mondjuk a nézőknek, akkor értem közelebb megyünk majd hozzá, és akkor lehetséges, hogy csak a, az orrunkat meg a szemünket fogják látni, hogyha, ha pontosan le akarjuk videózni ezt az adott tárgyat. Ennél az esetnél jól, jól jött volna egy nagy látószögű kamera, de hát megvan a fejlesztésnek a helye. Azt hiszem, eléggé körbejártuk az LG Winget, és bemutattam nektek minden hasznos funkciót. Természetesen az említett példák a multifunkciós dologra tényleg csak példák voltak. A lehetőség azokat a korlátlan. És egyébként kíváncsi is vagyok, hogy ti hogy gondoljátok. Írjátok le nekünk, hogy ti hogyan használnátok az LG Winget, mint, mint multifunkciós telefon. Biztos, hogy hagytam ki érdekes felhasználási módokat. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, hogy az LG elment ebbe az irányba, és kicsit felhagyott ezzel a szokásos telefongyártással. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük az LG-nek a lehetőséget. Ha tetszett ez a videónk, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, like ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, és hogyha szeretnétek még hasonlót látni, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Hamarosan újra jövünk. Szevasztok!